Sziasztok! Editáló Peti jelentkezik, ugyanis ez a második része annak a fejezetnek, hogy viszonyulj jól a pénzhez. Szóval, ha nem láttad az első részt, akkor mindenféleképpen azzal kezd, ide kattintva meg tudod nézni, most pedig folytassuk a másodikkal, ahol jön például, hogy mit értek innovátorok alatt, mesélek még sztorikat, és természetesen a lifehack-ek is jönnek. Kezdjük el! Az idő. Az innovátorok, az igazi nagybetűs vállalkozók nem pénzért dolgoznak, hanem az álmaikat követik, utat törnek maguknak. Persze az sem baj, hogyha ezt az egészet pénz követi. Az egész árszpolitikája, hogy nem a vagyonosodás motiválja, hanem a pénz az egyféle jutalom. Én is sokszor vagyok ezzel így, hogy olyannal szeretek foglalkozni, amit akkor is csinálnék, hogyha nem kapnék érte semmi pénzt, viszont szeretem és élvezem azokat a problémákat is, amiket szülszem. Mindig lesznek problémák, de ha olyan dolgot csinálunk, amit szeretünk, akkor a problémáival együtt szeretjük, és persze ez a kettő kapcsolódhat abba, hogy pénzt is keresünk vele, de nagyon fontos, ingyen is csinálnánk. Na nézzük, hogy megy ez a vezetek és vlogolok, senkinek sem ajánlom. Szóval ez teljesen természetes, hogy az merül fel most a fejedben és ráncold a homlokodat, hogy na jó, ez mind szép és jó, de amíg eljutok oda, addig miből keresem a pénzem, miből fogok megélni. Hát a válasz nagyon egyszerű, spórolásból. Mert ugye kétféleképpen lehet pénzünk, vagy megdolgozunk érte, vagy spórolás útján. És hogyha most megint azt mondod, hogy de nincs mit spórolnom, mindig van mit spórolni. Mert nincs körül a lakásod, hogy miket adhatsz el, miket tehetsz félre, és akkor azokat az eszközöket használod fel, hogy utána abba, ami az álmod, arra tudjál költeni. Olvastam egy fotósról egy sztorit, imádtam. Nagyon durva szettje van, iriglésre méltó, és mindig ugye ilyenkor azt az emberbe, hogy de jó lenne, hogyha ezt én is megtehetném, és ő mit tett azért, hogy ezt elérje. Na hát itt van a csattanó, hogy olyan általános dolgokban, amit nagyon sokan megengedünk magunknak, mint hogy a napi 700-800 forintos kávé, hogy esetleg meg autóval vagy taxival járjunk, hogy éttermekbe üljünk be, hogy béreljünk valamilyen jó kis király lakást. Ezekről ő mind lemondott azért, mert volt egy fő álma, és nem járt el a Starbucksba vagy a kávézóiba 800 forintért kávét inni, hazaköltözött a szüleihez, eladta az amúgy is tragacs autóját és biciklivel járt, a barátokkal inkább otthon találkozott, vagy elmentek valahova, semmi sem számított annyira, hogy most ő neki csak egy szódát kellett innia, mert az élmény ugyanúgy megvolt, mert tudta, hogy egy dologért hozza meg ezt az egész áldozatot, ami az álma. Csak egy kávé per nap, egy évre levetítve, az több mint 300 000 forint. Bum! És aztán, ahogy spórolt és jött a pénze, mellette pedig komoly munkát tett abba bele, hogy a így megspórolt pénzéből megszerzett eszközeivel termeljen pénzt és dolgozzon és referenciai legyen és egyre magasabb szintekre jusson. Erről szól az egész. Ez a hustle, ez az áldozat, amit nagyon kevesen hajlandóak megfizetni és lemondani a mindennapi kényelmükről, pedig azok, akik ezt megteszik, azok a kevesek, ők tudnak úgy élni, ahogyan kevesen. Ne költekezés után spórolj, hanem spórolás után költekezz. Érdemes előre tervezni, hogyha egy új laptopot szeretnél, vagy utazni szeretnél, akkor nézd meg, hogy az mennyibe kerül összességében, és hogy mennyit kell neked havonta félrerakni. Az legyen az első dolog, amit félreraksz, és majd csak utána költsél bármi másra. Ennek érdekében pedig kövess nyomon a kiadásaidat, rengeteg alkalmazás van, tehát így beírod, hogy Personal Finance Management,
PMF, rengeteg ilyen appot ajánl a Google, például van egy magyar fejlesztés, ami nagyon király, a Coin, de tényleg egy spreadsheetbe vagy bármiben is használhatod, és így látni fogod, hogy mire megy el a pénzed, hogy rakod el, sőt, akár összekötheted a bankkártyáddal is, ilyenek is vannak, és ezáltal egyszerűbb lesz átgondolni, meg látni azt, hogy mire megy el pénz, és mivel takaríthatsz meg. Sok kicsi sokra megy. Felezzük le, amiket eddig költöttünk, nézzük meg, hol spórolhatunk, ne együnk annyit kint, de ha mégis eszünk, akkor például csomagoljuk el azt a kaját, vagy felezzük el valakivel, és akkor így, ami megmarad, azt otthon meg tudjuk enni, vagy pedig ugye kevesebbet költünk, mert elfelezzük valakivel. Meg csinálhatunk olyat, ugye, hogy nem iszunk mondjuk annyi alkoholt, vagy ami költséges, ezekre nem költünk. Meg hát alapból ne tárgyakra költs, hanem sokkal inkább élményekre. És ha bár ezt mondtam, de tényleg egy pro tip, hogy add el az otthon porosodó cuccaidat, és abból csinálj pénzt. Van egy haverom, illetve volt egy haverom, na, az a csávó aztán tudott élni. Mindig a pillanatban, amihez kedve volt, arra elköltött annyi pénzt, amennyit csak el akart. És egyszer meglátogatott egy másik ismerősöm külföldi, és el akartak menni egy Michelin csillagos étterembe, és elmentünk, egy fantasztikusat kajáltunk, 30 ezer forint volt, egy nem tudom, 5 fogásos ilyen kóstoló menü, meg minden. Hát meg teljesen ilyen irigykedve, hogy jaj, de jó lenne, hogyha egyszer ő is így tudna kajálni, de hát sosincs pénz, meg ilyesmi. Figyelj, haver, elmész hetente 3-4-szer beni, napi egy doboz cigit elszívsz, ezekkel az alkalmakkor még többet, és nem hogy csak sörözöl, borozol, de iszod a rövideket, meg minden ilyet, és aztán meg csodálkozol, hogy nincsen pénzed. És azt tanácsoltam neki, hogy csak fele annyi buliba menjen el. Az adott bulikba pedig inkább olcsóbb dolgokra költsön, és fele annyit igyon. És ez annyira átütötte az egész gondolkodását, hogy tényleg már beosztja azt, hogy ő hogyan költekezzen, mikre, mi az, ami igazi élményt ad neki, és ezáltal tök sok pénzt spórolt, és olyanokra is költhet, amire eddig nem, pedig nem is tudta, hogy van rá pénze, csak elherdálja. Na, beszéljük át gyorsan a lifehack-eket. Ne félj félretenni akár nagyon apró, kicsi összegeket is. Írd be a Google-be, hogy kamatos kamatkalkulátor, és meg fogsz döbbenni azon, hogy mennyire durván 15-20 év alatt sokat tud érni, hogyha havi 10-20-50 ezer forintot is, ami a pénztárcádnak megengedhető, és ezt persze változtathatod az évek alatt, nagyon sok pénzt meg lehet spórolni, így, illetve a kamatos kamat elvén, például egy S&P 500-as, ami a New York-i értéktőzsdének mindig a top 500 legjobban teljesítő részvényét tartalmazó index, ha például azt használod, és minden hónapban így rakod bele a pénzt. Nagyon sok amerikai, akinek ilyen középosztálybeli és ilyesmi munkái vannak, így lesznek dollármilliómosok, hogy rakják félre ezeket a kis összegeket. És hogyha már itt tartunk, ezt is említettem, de ez egy következő lifehack, hogy inkább üljetek be mondjuk egyik ismerősötökhöz, házi bulizzatok, vagy amikor jó idő van, és nem ilyen borzasztó, hogy még itt itthon is most még, amíg átmelegszem, konkrétan kabátban ülök, szóval, hogyha jó idő van, akkor menjetek ki piknikezni, kiülős helyek, Dunapart, bármi, és vigyetek nyugodtan magatokkal azt, amit fogyasztani szeretnétek. Ezekkel havi szinten több 10 000 forintot lehet spórolni, és mint amit az első tippben mondtam, csak ezt az összeget, hogyha berakod mondjuk ebbe a 20 évig tartó kamatos kamatelvén való kis spórolásodba, akkor nagyon-nagyon pozitívan fogsz meglepődni abban, hogy mennyi pénzed lett 20 év alatt. Jöjjön egy szigorú szabály, formáld a megtakarítást kvázi egy ugyanolyan szokássá, mint amiket írtam a könyvben, meg itt az eddigi napi vlogokban is említettem. Tedd kötelezővé, hogy amennyit elköltesz kikapcsolódási dolgokra, tehát nyilván itt nem arról beszélek, hogy mondjuk lakbér, de amennyit egyéb dolgokra költesz, annyit félre is kell raknod. Legyen ez egy szokás. Tudom, hogy ennyit költök, akkor ugyanannyit félre kell rakni. Vagy költsél felét, és akkor megvan ugye a fele, amit félre tudsz rakni. Ennyi volt a mai vlog.
nem igazán szoktam könyvajánlót a vlogba betenni, mert az úgyis ott van a könyve, ami a like gomb alatt a leírásban már a linkre kattintva kedvezményesen megvásárolható, sőt még dedikálom is neked, hogyha szeretnéd. De most egy kivételt teszek magában a könyvajánlásban, és Kiyosakinak a Gazdag papa, szegény papa könyvét szeretném javasolni, hogy olvasd el, hogyha mélyebben érdekel ez a téma, hogy hogyan tudod átformálni az alkalmazott, hónapról hónapra élő mentalitást, egy vagyont, mint egy eszközt felhasználó és folyamatosan gyarapító, sikeresebb, kiegyensúlyozottabb és mindenféleképpen stabilabb pénzügyi háttérrel rendelkező valakivé tudod ezt formálni. Úristen, de összetett mondat. Na de, holnap a harmadik nagy részhez érkezünk, és még be is csalódtam is, tehát holnap a harmadik nagy része a könyvnek, ami ugye volt az, hogy hogyan lehetsz vezető, mindezt hogyan tudod hatékonyan csinálni, és a harmadik nagy rész, hogy hogyan kommunikáld jól az én márkád, ennek a bevezető részét fogom elmondani a napi vlogba, úgyis olyan rossz idő van, úgyhogy szerintem itthonról egy ilyen jót fogunk itt beszélgetni, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel, hogyha még nem iratkoztál fel, nyomd meg a csengőt és like gombot, küldd el ezt a vlogot valakinek, akinek úgy gondolt, hogy szüksége van rá, vagy oszd meg socialbe, ezzel nagyon sokat segítesz nekem, like gomb alatt a leírásba könyv, kurzusaim, minden megtalálható, remélem, hogy még találkozunk, köszönöm, hogy itt voltál, szia, sziasztok!